Ez a Parkoló Special, a Beat Radio és a Budapest Park fúziója. Már a Youtube-on is. Tíz éves a Budapest Park, sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Jelen pillanatban a Budapest Parkból itt vagyunk a tárgyalóban, vagy mondjuk azt backstage-ben, és fantasztikus gitárok és emberek vesznek Há, körül. Ez. Hello mindenki. Ez a Beat Radio és a Budapest Park fúziója, a Parkoló Special, és aki követett minket, az tudhatta, hogy eddig egy stúdióban ültünk, de most ide jöttünk a helyszíre, mert hogy különös apropója van ennek a mai adásnak. Így van, egyrészt ez az évad záró epizód, ezért is különleges, a helyszín miatt is különleges, meg hát vannak itt könyvek az asztalon, kérem tisztelettel, backstage, tíz éves a Budapest Park, igaz történetek a kulisszák. Mögül. megjelent a könyv, jaj de vártuk és végre itt van november harmadika óta tényleg fantasztikus backstage itt a kezemben végre. Csodálatos képekkel meg hát uh, sajó, sajó kolléga fantasztikus szövegeivel. És ebben a mai műsorban egy könyvlapozót tartunk, vagy hát amilyen gyönyörű ez a könyv, szerintem ilyen könyvsimogatót. Visszatekintés is lesz, ez jövőképek jó is, és nem csak mi beszélgetünk, mert hogy vannak fantasztikus vendégeink. Mi? Itt van velünk, hadd mondjam mindentől azt, hogy a stúdióban, mert átépítettük a szobát szerintem, Gerendai Károly, a Budapest Park társ, tulajdonosa. Sziasztok! És itt van velünk Pál Fianri, a Budapest Park alapítója és vezérigazgatója. És Sziasztok. Kelemen Zsófi, a Budapest Park marketing igazgatója. Sziasztok! És hát műsorvezető társam Szabó István. Igen, ő pedig itt mellettem, ez a Daliás úriember szőke hajjal, ő pedig Rédládám. És ebből a dicséretből is tudok tovább menni. Méghozzá a fanfact el mert minden műsort ezzel nyitunk, ahogyan már megszokhattátok. És hát mi másból választanánk különleges hát tényeket, mint sem a Budapest Park könyvből. Sokat beszélgetünk arról, hogy kép vagy szövegcentrikusak vagyunk-e, én azt hiszem, hogy át is adom a szót a szövegcentrikus barátomnak. Parkoló Special! Így van, hamarosan elemezzük vendégeinkkel is a könyvet, meglapozgatjuk ezerrel, de hát van nekünk egy-egy fanfektünk a könyv alapján. Én találtam benne egy tök jó idézetet Bauxittól, a belga repperétől, amin rögtön felnevettem. A keresztanyám a Ferencárosi önkormányzatnál dolgozik, és ő mesélte, hogy már akkor feljelentették a parkot, hogy túl hangos, amikor még színpad se volt, csak konténerek. Hát ez uh, <laughs> nagyon jó leírás egyfajta habitusra. És aztán még a plusz hangerő, ami idén bejött. De hát ugye már vannak a konténerek, amikről beszélgettünk, és ez egy fantasztikus akustikai teret biztosított. Én pedig megálltam a képeknél, és Mit utána álltál? olvastam csak a szöveget. Az egyik nagy kedvencem tényleg. Egy a helikopter? Velhelós só <laughs> fotók zseniális. Tehát az is jó, amikor Fluortomi szegény abban. A... Mindig nagy sót hoz. Igen, teknős béka, nyuszi sebességre állítható székben ül, de ez valami fantasztikus, amikor egy helikopter került a park fölé. És abból szórták a mindenféleket. A labda az lehet, hogy már nem volt a közönségben, Aha. de mindenféle, hát gondolom, környezetbarát dolgok. Potpuri, hogy hívják ezt? Az hullott az égből. Konfetti szerűség, valami ennél le. Ez a helyes kifejezés. Na hát, ö, és utána ugye a szöveget is hozzá kellett olvasni, és valami zseniális ez az alkotás. Úgyhogy beszélgessünk a vendégeinkkel, akik megérkeztek hozzánk ide, és hát alapvetően azt gondolom, hogy nekik is vannak kedvenceik, vágjunk bele. És most! most. Következik a rádiózás és a koncertszezon legizgalmasabb fúziója. Tedd fel a Beat, az ütős alternatíva VIP karszalagját, és lapozzuk fel együtt megjelenés előtt a Budapest Park 10 évét bemutató könyvét. Ez a Parkoló Special. A Beat Rádió és a Budapest Park bemutatja a Nagy Park könyv. Már a Youtube-on is. A mikrofonnál Rédl Ádám és Szabó István. Először egy játékkal készültünk nektek, egy kis aprósággal, ha már könyvlapozóról van szó. Arra szeretnénk kérni titeket, hogy mindannyian nyissátok ki valahol a könyvet. Igen, és először be, hogyha van. Ez fontos. Igen? <laughs> és meséljetek arról, amit ott láttok, és az azzal kapcsolatos élményeitekről. Hogyha van kedvencetek, nyithatjátok konkrétan ott, de arra is kíváncsi vagyok, ha csak random kinyílik van ezt a oké? Okay. Ez. Igen, Zsófi? Nagyon izgulok, hogy hol fog kinyílni. Tisztára, mint az iskolai felelésnél, tudod, hogy ahol kinyílik a napló, uh, az felel. Az nagyon érdekes, hogy ez tulajdonképpen a kedvenc részem, ahol kinyílt a könyv. Minő véletlen. Szerűen. Ugyanis egy, egy, olyan válogatást láthatunk, szuper, exkluzív backstage-ben készült fényképekből, mm, backstage ahol a zenészeink igazán ö, ellazult állapotban láthatóak. És az Például, az ott egy kutya? igen, Barbie kezében, <laughs> Soblokher Barbie kezében a kutyája látható. Púrius TV és Papszavi Illuminált állapotban vodkát fogyaszt. A Ilyen nagyon ritkán történik itt a backstage-ben, úgy, úgy, tudom. előfordul, igen. Ez, 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 egy, ez, egy, ez egy fantasztikus Liviuszit heverészik és, és énekelget, szóval érdemes. Ez egyébként a... Rögtön borotválkozás után. Ja, és igen. borotválkozik is a másik oldalon, igen. Tehát ez, ezek nagyon privát fényképek és, és nagyon izgalmasak. Pont volt nála tehát azt hozta magával, vagy vagy ilyenetek is van a backstage-ben? Hát, ha muszáj, akkor biztosítunk. Minden megoldunk. De szerintem ez az ő sajátja. Lehet a szignál fogkeféjével és fogkrémjével együtt. Andris, te következel. Na nézzük. Ó, hát nézgolda. rögtön egy, rögtön egy, nagy, rögtön egy nagy képes oldalon nyitott ki. Mi látható ezen a ö, nagy képes oldalon? Egy ö, zenész sziluettje Látható, a Budapest Park logója. Fogalm, Jó, szeretnéd ki kinyitni lehet. máshol? Nem, szerintem ez egy csodálatos fénykép. bemutatom. Itt van, és nem tudom, hogy, nem tudom, hogy ki szerepel rajta. Várjuk a megfejtéseket kommentben. Igen, valakinek a sziluettje eddig jutottunk, és nem, nem tudjuk, tudjuk megfejteni. Elakadtunk. Érdemes nem. megvenni a könyvet, és kideríteni a megfejtést. Tényleg kommentekben ezt várjuk. Karcsi? Eddig mindenki képeknél nyitotta, ezzel egyébként Igen. semmi baj, van benne bőven, és nagyon klassz. Nézzük csak. Ó, oh, te képes szöveg, tehát te, te vegyesen. Ígértük neked, hogy nem kell ez olvasnod. Ez. Bocsánat, Igen, de akkor mégis érkezik az olvasó szemüveg. Fú, Azt egy csomó ínyítványzat hogy... látható Igen, hát itt, ha jól látom, akkor ugye még a viszonylag az elején vagyunk a könyvnek, és éppen nem tudom most melyik rész, szabad egy picit csalni annyit, hogy meg megnézni, hogy hol, hol kezdődik, de sajt. Szerintem még az a rész, amikor arról beszélnek, hogy hogyan találkoztak először a park, a különböző szereplők, zenészek, menedzserek, az Andris is, és itt nyilatkozik pár dologról, de ez még így a, a kezdeti időszaka a parknak, még 2012-ről beszél. Igen, meg. láthatóan kisebb a szimpat is. Tehát láthatóan ez még a, a kezdeti, illetve a ruhákat elnézve, nagyon 2012. Igen, hát ugye úgy épül föl a könyv maga, hogy az elején a, igen. van egy ilyen kronológikus rész, aztán utána pedig ugye vannak különböző olyan területekre fókuszálódók, amikor a backstage történetek, meg a zenekarokkal kapcsolatos sztorik, aztán a végén ugye már jövőkép is bejön, de, de alapvetően ez az eleje rész, ez még ugye a kronológia szerint azzal kezdődik, hogy honnan indult, és hogyan jutott el az alatt a tíz év alatt odáig, most tartunk jelen pillanatban, hogy már könyv is jelenik meg róla. Nagyon izgalmas mindez. Ti vissza tudtok emlékezni arra a pillanatra, amikor, hát nyilván nem most találkoztok először a könyvvel, amikor először fellapoztátok ezt, hogy akkor mi volt az első benyomásotok, hogy amikor kinyitottátok a könyvet, akkor, akkor mit éreztetek, mit láttatok, egyáltalán a szöveget vagy a képet kezdtétek el kutatni? Nem tudom, ki kezdje, én most másodszor találkozom a könyvvel. Én tegnap találkoztam először, de azért, mert én nem voltam itt van Budapesten hmm. akkor, amikor megjelent a könyv, és ugye megkaptam postán. Persze magát a, a munkapéldány stádiumokat azt, látta, azt láttam korábban, igen. de egyébként a, a magát a könyvet azt én tegnap láttam először, és akkor gyorsan ki is olvastam, úgyhogy most másodszor találkozom már a kinyomtatott formátumokat. Egyébként anyvel. én is a szerencsésebbek között vagyok, aki él olvashat a munka példány, mikor erre a műsorra készültünk, de direkt tegnap elmentem egy libri könyvesboltba, és annyira menő volt szembesülni rögtön az első sorban a könyvvel. Az én első benyomásom az volt, hogy nagyon nagy. Tehát én ilyen kisebbre, kisebbre számítottam. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Igen, egyébként ez nekem is, amikor először így fizikailag már kinyomtatott formájában találkoztam, mert ugye otthon a lakás postázták ki, és akkor amikor megérkeztünk külföldről, akkor úgy került a kezembe a könyv, hogy már ott volt az íróasztalomon, és akkor úgy, úgy elsőre, amikor ránéztem, akkor az, azzal szembesültem, hogy én úgy valamiért fejben ezt egy még kisebb formátumnak képzeltem, és akkor ugye egyszer csak olyan nagy volt ahhoz képest, ez, ami igen. ennek elképzeltem, de való egyrészt innentől fogva egy ilyen album jellege lett, és nem csak egy könyv jellege, ami a fotóknak is szerintem jól áll, másrészt meg, meg az egészet egy picit talán így kiemeli ezekből a klasszikus könyv formátumokból. Andris, Zsófi? Hát én a, én a, a munka például, mint az első nyers szöveget mikor, mikor láttam, akkor akkor egyrészt tökre meglepett, hogy mennyi, mennyi, újdonságot tudok meg a parkról, azáltal, hogy, 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 hogy bár a, a, legtöbb megszólalóval azért szoktam beszélgetni, de, de hogy, hogy, hogy mégse ebből az aspektusból, úgyhogy tök érdekes volt, és mikor a könyvet a kezembe vettem, én azt Éreztem, hogy ez jól sikerült, hogy szépek lettek tényleg. Tehát, hogy azért izgultunk egy csomó minden miatt, hogy milyen papíron lesz, meg a mennyire sikerül így egy szintre hozni, és szerintem tökmenő. Büszke apuka lettél. Előző, igen. az előző, a nyitásánál még azt szerintem egy fontos információ, az elvileg az első teltházról van itt egy fotó. Punani zenekar is mögötte a, a tömeg, úgyhogy ez egy fontos pillanat a park életében. Erről egyébként korábbi ez egy is. Ez egy hogy már volt telt házasból az első év után. Igen. Na erről a kezdeti szakaszról, Karcsi, mi majd még beszélgetünk, mert gyűjtöttünk tőled idézeteket, de először is Zsófi, hogyha nálad kizárjuk a random faktort, akkor, akkor mi az első benyomásod? Hát ö, ö, velem az történt, hogy ugye nagyon sokszor láttam már a, a nyers szöveget, főleg gépen nézegettük, meg minden, és akkor egyik nap mondta Sanyi kollégám, hogy, hogy ott van az asztalodon a, a borítékban most a, a színes ö, már ilyen, mint a nyomatok tulajdonképpen, tehát úgy összefűzve, ahogy majd a könyv kinéz, és így... És így spontán két meeting között odaugrottam, így kinyitottam, hogy elkezdtem lapozgatni, és azt éreztem, hogy úristen, elsírom magam. <laughs> és, és akkor így gyorsan visszatettem, hogy jó, ez egy kicsit később, mert annyira, annyira megható volt igazából ö, ö, látni így színesben, és hogy tényleg annyira gyönyörű, és, és egyébként azt hiszem pont akkor ezeket a backstage-ben készült ilyen fotókat nézegettem, hogy így mennyire sok ilyen személyes pillanat van benne, és, és nekem nagyon megható volt igazából. Én csak egy apró negatívumot is, hogy mondjak a ilyen szempontból, mert mint a saját szempontomból negatívumot, hogy nem tudom hányan vannak még így vele, de nekem az egyedüli bajom az ilyen nagyméretű és nehéz könyvekkel az az, hogy szerintem én, én, legalábbis nagyon szeretek utazásra elvinni magammal a könyvet, és ott olvasgatni, mert akkor van időm. Ugyanakkor azáltal, hogy ez egy ilyen nehéz és nagy formátumú könyv, által, ez azt hiszem, hogy azok közé a könyvek közé kevésbé fogják beválogatni majd a Ahogy viszont, a vitrínben, nagyon kiemelt helye lesz, Ferenc Sanyi barátunk pont ezt emelte ki, hogy hát ez nem a metrón olvasós, hanem ez a leülünk olyan, mint amikor felraksz egy lemez, tudod, és ez elejétől meghallgatod, és gyakorlatilag arra koncentrálsz. Nem, mondom, tehát persze ez egy méltó és izgalmas formátum, csak mondom, nekem ez volt az egyedüli, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy ez ilyen nehéz, meg ilyen nagy, akkor ezt tuti nem fogják az emberek majd a repülőgépen vinni magukkal, mondjuk, ahol súlykorlát és egyéb dolgok vannak, hogy majd a alatt elolvasom. Erre, erre csak egy, egy, gondolatot szeretnék hozzáfűzni, hogy az alapötlet, amikor, ami Sanyitól származott először, az az volt, hogy picit, mint egy ilyen, tehát hogy az albumszerűség volt a kiinduló pont, és ugye tényleg a nagyon szép képekkel elképzeltük, és akkor tényleg ez volt, hogy egy dísz lesz majd ott a, a polcodon, és ahogy elindult a munka, és ez a rengeteg-rengeteg tartalom, ami a, ami, a, nyilván ebben a tíz évben a sok-sok szereplőnek, meg mindenkinek a munkája benne van már ebbe a történetben, attól lett egy kicsit így elment a dokumentarista irányba, és ezért hordozza mindkettőt mm -hmm. ez a könyv tulajdonképpen, és azért ennek az ötvezete, és minden szempontból így olvasgatni, de valóban nem tudod így magaddal vinni, mert a, az szerűség is megmaradt, mint erős feature. De ez egyébként tényleg olyan, hogy az elejétől a végéig kell olvasni, tehát megfogod, és akkor nem állsz fel. Nekem ez volt az élményem. Én annyit fűznék még hozzá, hozzá hogy a hosszú hétvége előtt kaptam kézbe, úgyhogy én magad, volt a étel, az első út, az első, és ott olvastam. De be. jó ez. Te választottad ki mm. szerzőként sajót, ha minden igaz, erről beszéltünk talán még a, az első epizód alkalmával. Itt a a munka, itt az eredmény. Sajó hanyasra vizsgázott, hogyha a szöveges részét nézed? Ö, ezt nem tudtam, hogy én, én választottam ki. Hát ha <laughs> a, a, a parkoló <laughs> spesült, visszanézed, Na, akkor a Szóval, hát nekem nagyon tetszik, ugye, igen, az, az első, első könyve, tehát, hogy azért eddig újság, újságíróként euh, volt látható, és és, és és ugye nagyon rövid ideje volt erre, erre, a, erre a munkára, mert ugye itt a, 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 a szöveggondozás azután utána még egy csomó idő, meg a, meg a nyomda, meg a kereskedelmi dolgok, szóval, hogy és pontosan nem tudom, de, de egy, egy egy bő hónap volt szerintem minden el együtt, ami, ami, ami alatt ezt a mm -hmm. 70 interjút elkészítette, tehát hogy ö, <kül> az is önmagában egy brutál kihívás lehetett, és szerintem nagyon-nagyon szerintem érdekes lett, és szépen összerakta. Ezek amúgy megvannak hangban, tehát lehet, hogy lesz egyszer egy backstage-backstage? Én nem hallottam egyik, egyik egyik interjút se, de mindegyiket felvette, tehát biztos megvan, abban az, a, az nem vagyok biztos, hogy, hogy ez alkalmas arra, hogy... Legalábbis <laughs> gyanús, nem hogy kelljük. nem fejből <laughs> <laughs> próbáltam utána később aztán lejegyzetelni. Úgy... Karcsi, veled kapcsolatban van egy érdekes megélésem, Akikkel beszélgettem, és felmerült a Teneved a Budapest Parkkal kapcsolatban, ők nem tudták, hogy a te neved kapcsolódik a Budapest Parkhoz. És tudom, hogy rengeteg mindenben benne vagy sok vállalkozásod van. Ott van például a Kostesz étterem, a Budapest Áj, vagy a Lupató, de hogy a Budapest Park is közéjük tartozik, erről viszonylag kevesen és keveset tudnak. Ez szándékosan van, így szeretsz a háttérből működni? Nem, hát a többi vállalkozásom jól mutatja, hogy azért ott nem vagyok a háttérben, hanem mm. egyszerűen arról van szó, hogy én a Budapest Parkba tulajdonképpen egyrészt később szálltam be, ugye nem az indulástól voltam jelen, másrészt pedig e, már az első pillanatban azt tisztáztuk, hogy ha valamiben szükség van rám, akkor szóljanak, de alapvetően én úgy gondolom, hogy itt van egy jó csapat, egy működő koncepció, amiben az elején kellett még egy picit talán jobban arra odafigyelni, vagy abban mondani az, az embernek az ötleteit, hogy mit kéne egy picit más, hogy vagy mit lenne érdemes fejleszteni, de ahogy azt látom egy vállalkozásban, hogy az egy jól működő dolog, akkor onnantól én miért akarnék abban még minden áron belekotnyeleskedni, hiszen van épp elég más dolog, ahol szükség van rám. Úgyhogy ez, ez mindig is az Andris projektje volt, mindig is ő építette itt a, a, a csapatot föl, és, és ő volt, aki itt egy ilyen nem tudom, tyúkanyóként, vagy tyúkapóként, vagy ez, Ez Ezt, ezt az, az ügyet így, így a, a sajátjaként tényleg a hétköznapokban vitte a, a menedzsment oldalról, vagy a tulajdonosi oldalról, ezért úgy gondolom, hogy ez egy jó munkamegosztás volt köztünk. Azt meg nem szeretném, hogyha valamiben nekem nincs érdemi dolgom napi szinten, akkor mégis hozzám kötnék az emberek, hiszen ebből pont az a jó, hogy hát vannak olyan dolgok az én életemben, ahol ez máshogy van, mert szükség van ott a napi ügymenetben is a részvételemre, ott akkor ahhoz szívesen adom az arcom, meg állok bele a nyilvánosság előtt is. Itt meg nem éreztem azt, hogy erre szükség lenne, akkor meg miért én akarjam learatni az ezzel kapcsolatos babérokat? A mai, a mai műsor elején te, te, vállaltad magadra a feladatot, és rögtön elkezdtél mesélni arról, hogy milyen izgalmas, ahogyan a kezdeti időktől felépül a könyv, és kronológikusan halad előre. Hogyha nektek választani, választani kéne, ugye fejezetekből áll a könyv, ezek a fejezetek egy-egy korszakot jeleznek az indulástól, az első év nehézségeink keresztül, a nagy, nagy robbanás pillanatáig. Melyik az a fejezet, ami számotokra legtöbbet jelenti, ahol a legkülönlegesebb sztorik voltak számotokra, vagy amik a leg, legfontosabbak voltak eddig? Mi a fejezetekhez, a tartalomjegyzékhez. Lapozzuk a könyvet. Na nézzük, vagy halljuk. <coughs> De nyugodtan a fejezett címtől akár függetlenül is lehet, lehet, hogy megnevezhettek egy egy fontos számotokra sokat jelentő időszakot, ne, amelyik nekem a legboldogabb volt, vagy a legkülönlegesebb. Nekem először a leg, legnehezebb jutott eszembe, a, a, ami az elején meg ugye ez a pandémiás a. időszak, és mivel a pandémia van közelebb hozzánk időben, ezért ugye az, 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 annak van így legjobban velünk a, az összes nehézsége. Ö, meg a, meg a jó része is, hogy, hogy hogyan sikerült ö, megoldani problémákat, de hagyd kint a valóságot, szerintem ami még, még, még szintén tök, tök izgalmas, ö, ahol ugye arról, arról beszélnek a, a, a megszólalók, hogy ö, hogy hogyan azonosul a helyszín ezzel a, ezzel a szlogennel. Karcsi Zsófi, számotokra mely fejezetek a legfontosabbak a Budapest Park eddigi tíz éves történetében? Mondod, vagy? Mondom. Hát nekem, nekem ö, ö, ugye személy szerint leginkább a minden kezdet nehéz, meg itt az elején ezek a, ezek a, hát ezek a régre való visszatekintések, mert ugye személyesen is érintett voltam, és az egy nagyon-nagyon komoly, meghatározó és elég nehéz időszak volt nekünk, úgyhogy igazából nekem az volt így nagyon jó így egyben látni, olvasni, hogy tényleg hogy indultunk el, úristen, nekem az a kedvencem. Én, egy picit azért vagyok ebből a szempontból más helyzetben, mert nyilván azáltal, hogy ugye én a legelejét még nem éltem meg csak külső szemlélődőként, nekem ott volt sok új információ, vagy sok érdekes információ az elején, ami emiatt egy picit számomra izgalmasabbá tette az indulás időszakot és az ahhoz kapcsolódó első fejezeteket. A másik részről viszont szerintem ennek a könyvnek pont az a nagy előnye vagy értéke, hogy ezt egyben tudott csak igazán értelmezni. Tehát, hogy ebben azáltal, hogy egy sztorit mesél el sok aspektusból, részben időrendben, részben annak különböző nézeteiben, és nagyon sok ember szemével, akik ebben valamilyen módon, vagy fellépőként, vagy dolgozóként, vagy lelkes szurkolóként, vagy tulajdonosként, vagy ilyen olyan szerepekben részt vállaltak ebben a, a, a folyamatban. Ezáltal nekem az volt az érdekes, hogy a, a többiek mit mondanak, vagy hogyan élik meg, mert abban igaza van az Andrisnak, hogy azért erről kevésbé szoktak itt belül beszélgetések lenni, hanem mindig a konkrét ügyekről vannak beszélgetések, de az, hogy ki hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez, vagy hogy élte meg ezeket a folyamatokat, vagy mit látott belőle, mit tart értéknek, problémának, az, az, az szerintem nekünk is egy csomó minden most derült ki ennek a könyvnek az interjúi kapcsán, a, a, úgyhogy ez ez ami számomra mindenképpen egy ilyen plusz hozzáadott érték, hogy egy csomó embernek a gondolatait megismerhettük, a a amit eddig direktbe kevésbé hallottunk. Szeretnénk majd így a gondolatára rácsatlakozni, de én most Andriséval kezdeném. Mi akkor is beszélgettünk, amikor éppen a pandémia időszakában voltunk, illetve rengeteg zenésszel is, akik Budapest parkos fellépők, és nagyon nagy dilemma volt, hogy hogyan lehet ezután újra lábra állni. És hát most örömmel mondhatjuk azt, hogy tényleg mindenféle csúcs megdőlt nézőszám rekord volt a parkban, és, és fantasztikus ez az év, amit most zárunk, akkor éppen kintről lehet, hogy néha beszűrődik, de a jégpálya, a korcsiapálya épül odakint, tehát a téli szezonra is mentek tovább, működtök. Arra vagyok kíváncsi, tudom, hogy a könyben is van egy ilyen, hogy jövőbenézés, de hogy szerintetek mi lenne az ideális fejezet cím a következő? Mi lenne az ideális fejezet címe a következő fejezetnek? Én személyesen annak körülnék legjobban, de van is egy ilyen fejezet cím, hogyha a nemzetközi vizek kellene az új könyvnek a címe. Én elmondom a okay, könyvben is, hogy ezzel kapcsolatban azért szkeptikus vagyok, hogy, hogy a, lesz majd ez a nemzetközi vizeken, de én azt gondolom, hogy én annak örülnék, hogyha majd az evidencia lenne, hogy majd lesz az első 20 évről is, meg az első 30 évről is. Az első ilyen 50 könyv, évről. Aztán, azt már nem hiszem, hogy megélem, de a, de, de hogy én, én tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez, ez a tíz év ez ebből a szempontból egy nagyon fontos tíz év volt, nehéz kezdetekkel, aztán egyre izgalmasabb, egyre jobban működő ö, időszakkal, aztán egyszer csak a pandémia kapcsán egy komoly töréssel, és azért én még abban se vagyok biztos, hogy az a most látható válság környezet, ami a gazdasági válságként egyre jobban begyűrűzik az országba, az nem lesz valamilyen hatással a következő egy-két évünkre, vagy legalábbis a vásárló előre, és az emberek szórakozási kedvére való ö, kihatását nézve, ö, ezért

Nem, nem tudom, hogy még mik jöhetnek. Amit én egyébként a könyvből is egy picit nem is azt mondom, hogy hiányoltam, mert szó van róla, csak a, abban a részében kevésbé láttat bele szerintem ez a könyv, hogy azért ez nem csak egy, tehát ez egy ilyen vidám, jó hangulatú, a park életérzést nagyon jól leíró könyv szerintem, ami nagyon sok szempontból tök jól visszaköszön a, a nyilatkozók oldaláról, de az, hogy emögött tényleg milyen kemény munkai és milyen uh -huh. ö, sok küzdelem, és milyen sok minden olyan kihívás volt. A, azt én egy picit hiányoltam, mert szerintem ez is egy érdekes része lenne, hogy, hogy lássák az emberek azt, hogy tényleg e mögött e, mi minden van, hogy ez így működik. Mert tehát nem ha, az van, hogy de jó, a, nektek de mázlisták vagytok, nektek minden összejön, hanem. Nem, mert az, az kiderül, hogy ehhez kell egy nagyon jó <hül> csapat, ahhoz kiderül, hogy nagyon kell egy csomó minden együttállása. hogy... De a, kicsit kevesebb de, a vér és a verejték a könyvben. De, 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 de igen, de azt az gondolom, hogy az, az. Tehát egy picit nekem az. az volt az érzésem, amikor elolvastam, hogy tulajdonképpen ez, ez, egy ilyen, hú, hát itt volt egy jó ötlet, meg egy jó csapat, és akkor ez így működik ebben a világban. De azért ezt én nem így láttam félig belülről, hogy, hogy, hogy ez, ez önmagába elég, hanem itt tényleg az kellett, hogy, hogy egy csomó ügyben megharcolni, végigvinni, kipróbálni, ami nem működik, azon változtatni, ami nem tudom, és ez, ez a része a folyamatoknak, ami persze inkább szakmázás, tehát lehet, hogy egy látogatót vagy egy önmagában a parkot csak kívülről néző valakit, ez kevésbé érdekel, de, de szerintem ebben sok tanulság, vagy sok érdekes. Mutatom eh, a csapatot, a az egyik kedvenc képem. E... Tényleg, igen. <laughs> ja. De, de ezt, egy, egyébként ez egy tök jó felvetés, akkor ezt a vetületét uh, tisztázzuk is itt a, itt, a, itt a podcastben, és ebben most Zsófi felé fordulok, elvégre mégiscsak a Budapest Park marketing igazgatója uh, ül itt velünk, hogy, uh, hogyha megnézzük, hogy kinek szól ez a könyv, akkor ez elsősorban egy termék, uh, amit szeretnétek, hogy minél többen vegyenek, és minél több otthonban ott legyen a polcon, vagy egyfajta ilyen, ilyen papír mementó, ami, ami egy kicsit magatoknak is szól, és az a célja, hogy emléket állítson ennek a tíz évnek. Emlékállítás vagy termék? Vagy mind a kettő. Ö, alapvetően szerintem úgy képzeljük el, hogy, hogy első körben azokat az embereket fogja megszólítani, akik akik rendszeresen járnak hozzánk, és emlékeik kötődnek nekik személyesen a Budapest, park a Budapest Parkhoz. A, most itt a közönségre gondolok alapvetően, igen, mert igen, nagyon igen. sok visszajáró vendégünk van, és azt gondolom, hogy, hogy olyanok, akik, ugye rengeteg ilyen üzenetje, hogy itt találkoztam a barátnőmmel, itt kértem meg a kezét, nem tudom, tehát, hogy itt már ilyen történetek vannak, személyes történetek, és azoknak az embereknek, akiknek ebből a tíz évből van személyes emlékük, szerintem nagyon nagy élmény lesz ezt a könyvet lapozgatni. Tehát elsősorban szerintem, ami... Ö, lojális közönségünknek szól, vagy akik, akik járnak a parkba, vagy akiket mondjuk érdekli, hogy milyen lehet a park. Szerintem lesz egy ilyen vetület is, hogy olyan emberekkel is megismertetjük ezt a dolgot, akiknek eddig nem volt releváns. De, de az az igazság, hogy ahogy most nemrég megfogalmaztuk, egy picit végignézve a könyvet, ugye ez egy, ez egy ilyen hiánypótló dolog, mert egy ilyen kordokumentum, így fogalmaztunk, azt hiszem, hogy így a, ebben a tíz évben a, a leginkább magyar könyvzenei életről is azért nagyon sokat elárul, és akkor szerintem, akit egyáltalán érdekel a zene, és aki egyáltalán szeretne többet megtudni, hogy ezekben az években hogyan alakult egy, egy zenekar élete, hogyan tudott fellépni, hogyan tudott közönséghez jutni, akkor az is nagyon sokat tő megtudhat ebből ilyen, akár ilyen szakmai szempontból a, a. is, vagy, 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 csak pusztán zenei érdeklődésből. Úgyhogy úgy, igazából szerintem ez egy elég tág Egyébként szerintem ezek az emlékoszlopok nagyon jók, meg nagyon fontosak így az életünkben, és nem csak azért, hogy így megálljunk, és akkor ennyit csináltunk, és hátradőjünk, hanem, hanem jó ezekre visszaemlékezni, amikor újra nehézség jön, vagy újra olyan helyzet jön, amit át kell élni, vagy újra csúcsok jönnek, hogy volt, volt már így is, és ezek, ezek tök jól felmutatható dolgok. Csak egy backstage story így eszembe jutott, nem tudom, mennyire árulok el vele kulisszatitkot, de a zenészek közül, akiket itt említettél. Bércesi Robi, mire megkapta a tisztelet példányát, mert megvásárolta a könyvet. Tehát, hogy ilyen szintű szeretet van a zenészekben, irányotokban, meg ennyire fontos nekik. Öm, hát, nagyon igyekeztünk, igen. hogy rögtön küldjük azonnal. Nem hamar megkaptad de előrendelte, ja, ő előrendelt. Ő, ő profi is. volt. No de... Hát arra gondoltunk, hogy ne csak így randomissuk föl, és már mondtuk, hogy mi elolvastuk előre a könyvet, ezért hoztunk egy-két olyan idézetet meg gondolatot, tőletek másoktól, amiről vagy amikről szeretnénk így beszélgetni. És ígértem, hogy több mindenkihez visszacsatolunk, Zsófi veled kezdeném. Én tőled azt emeltem ki, hogy ez a kezdetekről szól, akkor még máshol dolgoztam, és emlékszem, hogy Andris kihívott ebédszünetben, hogy sétáljunk a mezőn, járjuk be a nagyvásártelep területét ezt az élményt egy kicsit létszíves eleven is fel, és érdekel, hogy kaptál -e legalább egy szendvicset az Andristól, hogy, hogy ha az ebéd teljes teljesüljön. Azt hiszem, egyébként ebéd után jöttem egész pontosan, hogy nem, szerencsére ezért nagyon nem éheztem, de, de ö, hát az az igazság, ő nagyon szeret egyébként is ugye, a, a, a szakmai elképzelésekről beszélgetni, így a jövőben nézni, és, és ez már akkor is jellemző volt, viszonylag friss volt az ismeretségünk, ezért ez a, ez a történet, meg ez az elképzelés, meg aztán végképpen extrémnek tűnt, hogy egy ilyen nagy hely, és hogy, hogy jó, persze, persze, tehát így jó volt hallgatni, de egy picit azért ilyen mese volt, vagy <laughs> nem is tudom, így, így mondanám, és ö, én egy multicégnél dolgoztam ott, meg azért annyira más az egész rendszer, ott azért kicsit álmodik az ember a saját kis fakjában, tehát, hogy, hogy nagyon távol van, pláne a mostani uh, munkámtól is, és nyilván nem véletlen, hogy most már inkább ezzel foglalkozom, és akkor, akkor, akkor igazából csak ennyi volt, hogy, hogy, hogy állandóan uh, gondolkodtunk, beszélgettünk, jöttünk, mentünk, nézelődtünk, és akkor egy ilyen, egy ilyen uh, ebédszünet helyzetben akkor nézzük meg, és, és hát hogy ez innen nincs messze, és ö, nagy gazban kell egyalogolni. Ennyi az emlékem van egy, a Van egy kép rá. valahol a könyv az első kapavágás, valami ilyesmi címe van, ahol láthatóak vagytok többen ott az akkori területen, vagy hát itt, ezen a területen, csak még nagyon másképp néz ki. A, azt, azt neked milyen érzés volt látni azt a fotót? Már csak azért is vicces, mert hogy azok a ruhák, <laughs> hát ma már erősen más ruhákban mozogtok, meg másképpen néztek ki. Az egy nagyon múkás kép neked, mi jutott eszedbe, amikor láttad ezt a képet? Hogy megkeressem azt az ingemet mindenképpen, mert nem tetszik. Megvan még? Biztosan. Uh, hoztunk egy uh, sajú idézetet is, hát tőle lehet a legtöbbet idézni talán a könyv alapján, mert hát nyilván vannak saját összekötő szövegei. Az egyik ilyenben azt állítja és azt mondja, olyan szintű általános szeretet övezi a Budapest parkot, ami ebben az országban elég ritka. Ennél a mondatnál álljunk meg egy pillanatra, mert hogy emlékszünk a, nem tudom, mondjuk a 90-es évek vagy a 2000-es évek szórakozó helyeire, amikor gyakran egy hely inkább volt hírhet, mint mondjuk híres, hogyan lehetett egy ilyen kifejezetten pozitív brandet felépíteni a Budapest park köré, hogy tényleg az van, hogy erről a helyről nagyjából mindenkinek van egy pozitív asszociációja? Hozzám a kérdés, vagy bármelyikünk felszólal? Nyugodtan szó, szóljatok hozzá. Hát én akkor csak egy röv rövidet a, a. hogy mitől szeretett ez a márka. A, arról lehet, hogy Zsófi, Zsófi beszél, inkább ne, nekem az jutott eszembe a 90-es évek kapcsán, hogy, hogy ott azért a, a hírhetség az általában a, a, a biztonsági személyzet ágáról jött, tehát mm. hogy ebbe, ebbe szerintem sokat köszönhetünk annak, hogy a, hogy, a, hogy az inkább a tök jót, tudunk együttműködni, és, és nagyon, nagyon figyelnek az észrevételénkre, meg arra, hogy, hogy a vendégekre vigyázni kell, és nem mást kell velük csinálni. Akkor a... a mit te Márkával? Nézzük márka szempontból, igen. Márka szempontból. Ö, a, egyrészt itt minden évben szezon után értékeljük az évet, és akkor így egy így kicsit így újra gondoljuk. Ez egy tök jó pillanat arra, hogy így zanzásítsuk, hogy mi volt eddig, és a, és, és a, és a tervezést is így kezdjük meg. És, és minden évben valami más ilyen fontos üzenet jutott eszünkbe, és emlékszem, hogy volt egy ilyen pillanat, amikor, amikor pont ezt az értékelő prezit készítettem, és egy ilyen hagyma hagyma a képét raktam be, hogy, hogy a park egy csomó rétegből áll, ilyen srekkesen. Ez a srek kodjátok, után a srek volt? Után, vagy igen, igen a... és ez, ez volt az egy, amikor így megfogalmaztuk azt, hogy így konkrétizálódott, hogy ugye hogy van egy zenei helyszínünk, rendben, de hogy ezen felül olyan sok réteg van pluszban, ami alkotja a park megítélését, meg ami az egésznek így a a küldetése tulajdonképpen, ö, ö, és, és nem csak pusztán az a kór tevékenység, amivel foglalkozunk, és igazából ez elég meghatározó azóta is, tehát azért aki jobban ismeri a parkot, tudja, hogy nagyon sok minden plusz réteggel igyekszünk ö, ö, értékteremtő tevékenységekkel még, még így hozzájárulni, Igen. hogy jobb legyen a világ, és én azt gondolom, hogy ez például nagyon alapvető fontosságú abban, hogy egy ilyen, egy ilyen szerethető márkát tudtunk ö, létrehozni. Az egyik ez a tevékenység, hogy, 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 alkotunk sokszor, tehát a legtöbb ilyen eset általában nem profitábilis, tehát azt is hozzá kell tenni, hogy egy csomó olyan dolgot csinálunk, amiről tudjuk, hogy ennek mondjuk nem lesz megfelelő bevételi oldala, de mégis tök jó, hogy tudjuk csinálni, és mondjuk van, mondjuk akkor másból finanszírozunk azt, hogy tudjunk ilyen értéktelentő tevékenységeket. A másik meg egyfajta folyamatos ilyen figyelem és védelem, azt hiszem. Ez, ez szerintem ebből a kettőből áll össze, hogy, hogy megfelelő érzékenységgel, amihez szintén a csapatnak az érzékenysége kell, mindig figyelünk arra, hogy, hogy, hogy apróságok ne csúszanak olyan hibák a rendszerbe, amik esetleg rossz üzenetet hordoznak, vagy bántóak valakinek, vagy igyekszünk figyelni hmm. erre is. Tulajdonképpen. Bocsánat, még ez annyit, hogy egyrészt egy picit hadd szálljak vitába veletek azzal kapcsolatban, hogy én nekem a 90-es évekből, amik így elsőre eszembe jutnak Brendek, a Kultiplex, a Süsfel Nap, nem tudom, a mondhatnánk pár üzlet, ezekről nekem nem a rossz de élményeim vannak. vagy nem a hír, hírhet, vannak, hírhetségre vagy... hírhetségre igen, tettek, nem ezen 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 nem Nem az, hogy nekem nem, nem hírhet dolgok jutnak nem. eszembe, tehát az, hogy voltak hírhet helyek is, az igaz, de szerintem ez, ne, nem, tehát ez, ez nem kor, meg nem, hanem ez hozzáállás kérdése. Hm. Én azt gondolom, hogy hogy itt ez példaértékű, és ez a könyvből is tök jól kiderül, hogy mindenki, aki ezen a projekten dolgozik, a jegyszedőtől, a biztonsági emberig, a hangtechnikustól, a szervezőig, a büféstől, a nem tudom a tényleg bárkiig, az, azok ezt nagyon komolyan gondolják, hogy azért vannak itt, mert egyébként egy olyan dolgot csinálnak, aminek a végeredménye az, hogy akik idejönnek, azok majd jól érzik magukat. És hogyha ez a hozzáállás van egy helyen, és ebből a szempontból ez tényleg mindegy, hogy hol van, vagy korban mikor, akkor az egy idő után lejön. Hogyha meg az a hozzáállás van egy helyen, hogy egyébként azért csináljuk, mert ez jó üzlet, vagy ez nem tudom, ez, ez valami más egyéb szempontok, ezt fel, tehát, mert az is fontos, hogy mellette Persze, ha lehet, akkor jó üzlet legyen, de hogyha ha ez nincs a helyén kezelve, hogy mi az első számú cél, és mi a, az ehhez képest a következő lépcsőfokok, ak akkor van az, hogy ez fölborul, és elkezdi érezni a látogató is, vagy aki kapcsolatba kerül vele, hogy ez, ez nem jól működik, mert nincsenek a helyén a dolgok, vagy de aránytévesztés van. Most szerintem egy nagyon fontos dolgot mondtál, és ez az egyik legfontosabb megfigyelésem nekem a Budapest Parkkal kapcsolatban, hogy ide tényleg nem csak dolgozni járnak az emberek, hanem, hanem ez több ennél, ez egy szerelem projekt, és akkor hadd kapcsolódjak rá itt a könyvből is a dologra. Zsófi, te mondtad egyszer, hogy ö, Emlékszem, hogy mi ketten és halászpeti szórólapokat nyomtattunk és vagdostunk otthon, ö, tényleg látom magam előtt, ahogy ez a vagdosás, ez megtörténik, stb. Most nem szó szerint idéztem. Aztán Halász Petinél olvastam, Na, szó szerint, mert ez egy nagy kedvencem, amikor megszületett a kislányom, két órával később bejelentették a tulajdonosok, hogy az akkori helyén megszűnik a zöld párdon, és nem tudta eldönteni, hogy akkor most inkább örüljön, vagy inkább sírjon, és ezzel a szívvel vágott bele a Budapest parkos projektbe. Tehát, hogy tényleg mindenkinél ez több, mint egy meló ez nem csak egy meló, itt, itt, itt egy szívprojekt van szerintem. Hát szerintem jó esetben egyébként egy meló az lehet szívprojekt is, csak sajnos nagyon sok embernek ezt nincs lehetősége megélni, mert egy csomó munkahelynél kevésbé érzed a, a, a gyümölcsét a munkádnak, vagy kevésbé ha. direkt a visszajelzés. vagy Tehát Meg attól, azt... hogy te cipő felső részt készítesz egy, nem tudom, egy üzemben, ott te nagyon ritkán hmm. találkozol a végén azokkal, akik aztán hordják majd azt a cipőt, főleg, hogyha külföldre gyártasz, vagy nem tudom. Míg itt ez ez egy olyan hely, ahol egyszerűen nagyon direktben, nagyon jól rögtön látszik is az eredménye annak, ha valamit jól csinálsz szívvel lélek. Azon kívül, hogy nyilván ennek látja az ember rögtön a lenyomatát, vagy néhány hittel ott a koncerten, és részes a dolognak. Mennyire kulcsa ennek az egésznek az, hogy itt lehet dobozon kívül gondolkodni, ahogyan ezt a mondás mondja? Ezt nyugtázzuk egy lehet, lehet, dobozon kívül. gondolkozni, ezt szerintem, tehát én nem is tudom, hogy, hogy, tudnám ezt így eszenciálisan megfogni, de, de az biztos, hogy, hogy, egy... Tehát, hogy egy tényleg hosszú építkezésnek az eredménye az, hogy most így dolgozunk, és ebben nagyon benne van az, hogy, egy, tehát, hogy egy bizalomra épp, Külő együttműködés az ami az ami itt a zajlik és a. Szóval nem is tehát hogyha hogyha az üzleti üzleti érdekek mondjuk szembeállnak a, a, az emberi tényezővel akkor az emberi tényező az valószínűleg felülírja az üzleti érdeket tehát hogy általában egy, 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 egy döntésnél ez meg tud itt történni és ez szerintem hata a, a működésre nagyon. És ha már mondod ezt a vonalat, akkor, hogyha már úgyis sajó szabadság van, akkor behozok még egy, még egy idézetet tőle, vagy legalábbis egy gondolatot. Ezt is az évtével kapcsolatban mondta, de szerintem ugyanúgy igaz erre a helyre is, hogy kulturális sarokpont volt annó, és most már szerintem kulturális sarokpont, ezt bőven elmondhatjuk a Budapest parkról is, és hogy tulajdonképpen akkora nagy kulturális sarokpont, mint a sziget. És tudom, hogy Karcsi már nem foglalkozol a szigettel, de nem kellett néha, hogy a saját kezedbe harapnod, mert amikor a sziget volt, nem tudom, hogy itt az üzleti érdekek, meg egyébként hogyan, hogyan értek össze, de tulajdonképpen fantasztikus előadókból zseniális line rakott össze a Budapest Park is ugyanabban az időben. Hát az elején még a sziget közre is működött abban, hogy hm. összerakjon akár, de egyébként meg... Tehát itt felülírta a Igen, barátság ezt, az, ezt, az üzletet? Vagy ez nem, nem ilyen. Nem, én, én szerintem ez megint egy alapvető tévedés, hogy tehát én, én eleve. Azt gondolom hogy ezt most így nehéz azt mondani hogy most mi mekkora a kulturális sarokpont mert ez, ez nem így működik amikor csinálja valaki hogy ő kulturális sarokpontokat csinál hanem ő csinál valamit amit egyébként jól szeretne csinálni aminél az a célja hogy élvezzék a látogatók és egyébként ebből aztán lesz vagy nem lesz a végén egy ilyenfajta végeredmény az hogy mi az az alapvető attitűd, amivel közelítünk? Ezt az előbb az Andris nagyon jól fogalmazta meg, hogy én ezt a Szigetnél is próbáltam mindig elvárni a kollégáimtól, és ösztönözni őket ebbe az irányba. És itt a Budapest partnál is szerintem ez egy alapvető kérdés, hogy ha úgy vetődik föl egy kérdés, hogy mi a fontosabb, az, hogy egyébként valaminél a, a, az üzleti szempontok, amik nem mindig vannak szinkronban a, azzal, hogy, hogy a, a végén a, az emberek hogyan érzik magukat, abban most mi legyen a döntés, hogyha ez nem egy kényszerpálya, mert nyilván van olyan helyzet, ahol ugye a, a létatét, vagy hogy mondjam, amikor már nem tudod azt mondani, hogy nem számítanak az üzleti szempontok, de addig, amíg egyébként úgy tesszük hangnak a kérdést, hogy mi sérüljön egy döntés kapcsán, inkább a közönség vagy az üzlet. Ott, hogyha azt a döntést tudod hozni, hogy a, a, az üzletet sorolod hátrébb, és nem a közönség érdekeit, akkor azt gondolom, hogy ez hosszú távon elő, hogy mondjam, segíti azt az érzést, hogy akkor abból lesz valamilyen love brand, valami olyan hmm. dolog, amivel érzelmi kapcsolata is lesz a, a, a közönségnek, mert ott, ott meg tudnak olyan dolgok is valósulni, ami, hogyha a másik döntést hoznád előtérbe, akkor egyszerűen nincs esély, hogy megvalósuljanak, mert mert hogyha azt nézed, hogy mi éri meg, mi nem csak, és nem azt, hogy egyébként mi az, amitől elégedettebbek lesznek a látogatók, akkor, akkor egy csomó mindenre nem lesz lehető, és ha arra nincs lehetőséged, akkor meg nem tudsz egy olyan összképet kialakítani, ami aztán a végén egyébként üzletileg is segíti a működésedet, mert attól, hogy akkor a hype lesz körülötte, akkor a szeretetövezi, akkor a érdeklődés van az, ami aztán végül hosszú az távon az üzleti sikernek is a kulcsa. Nézzük meg ennek a további növekedési potenciájait. Kiszedtünk egy idézetet a könyvből, kiírtunk egyet, megint csak tőled, amiben azt mondod, idézem, a park nagyjából elérte a határait, de persze még valamilyen szinten lehet optimalizálni. Még 10-20 százalékkal növekedhet a szám, vagy a, a, programnapok száma, de az elmúlt években tapasztalt progresszív, évente duplázódó növekedési szakasznak már vége. Ezt mondja a hosszú, hosszú idézet. Hogyha most a jövőbe tekintünk és levonjuk, azt, hogy van egy Európába érkező pénzügyi vagy gazdasági válság, ami akár fokozódhat is, hova tud ez még tovább növekedni? Hát nagyjából idézted, én azt mondtam, hogy szerintem még 10-20 százalékot tud növekedni. Nyilván, hogyha tudunk abban érdemben tovább lépni, hogy a park az önmagában egy brandé váljon, és egy know-how váljon, amit egyébként akár a világ más pontjain is meg lehet valósítani, akkor persze még elképesztő növekedési potenciál van benne. De hogyha konkrétan erről a fizikai helyről beszélünk, és ennek a befogadó képességéről, a program napjai számáról itt, a, akkor itt már csak akkor lehet nagyságrend a növekedésben gondolkodni, hogyha tényleg jelentősen növelni lehetne a működés időtartamát, és azt mondani, hogy egyébként télen is mondjuk folyamatosan koncertek vagy egyéb a, rendezvények a, vannak, akkor a... aminek azért vannak fizikai korlátai, hiszen a befogadó képesség az adott. Tehát, hogyha valaki kiszámolja, hogy mondjuk 80 program napon napi 10 ezer emberrel 800 ezer látogató fér be ide, akkor innentől fogva, hogyha mi azt mondjuk, hogy 600 ezer körüli látogató van, akkor lehet tudni, hogy akkor mennyi még a maximum, ami elérhető látogatószám. Akkor vessük el a közönség felé építhető galériát. Hát. Most mondom, lehet persze ötletelni mindenféle extrém dolgokon, de hogy, hogy itt már tényleg nem az a kérdés, hogy lehet-e még duplájára növelni a látogatottságot, vagy a bevételeket, vagy a nem tudom. Itt az a kérdés, hogy azt az X napot hogyan lehet a legjobb programokkal, legizgalmasabb dolgokkal megtölteni, illetve hogyan lehet még mellé, hogyha már a zsófinak a hagyma hasonlatánál tartunk, akkor még olyan héjakat még találni, vagy olyan plusz rétegeket, amivel azt tudjuk mondani, hogy hogy még valami új műfaj is behozható, még valami újabb izgalom uh, kitalálható, amitől még színesebb, még izgalmasabb lesz a kínálat. Andris, te uh, még itt a és korábbi fázisában, szakaszában a nemzetközi vizeken kifejezést említetted uh, meg, a, meg a könyvből. Mit jelentett a jövőben ez a nemzetközi vizeken dolog? Meséljed el a hallgatóknak hát sok mindent jelenthet, de ami, amire konkrétan gondolok, az az, hogy, 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 hogy egy olyan, olyan, modell jött létre. Ami, ami vihető tovább? Ami, 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 szerintem vihető, és szerintem, hogyha, hogyha, hogyha itthon tud működni úgy, hogy, hogy a koncertjárási szokások, azok mondjuk így társadalom, társadalmi szinten messze nem a legerősebbek, meg nem, nem olyan nagy vásárlóerő, akkor ennél jobb körülmények között én azt feltételezem, hogy, hogy tudna működni, és nem nagyon van ilyen típusú hely máshol. Emellett nyilván nagy mindjárt kar se elmad egy csomó ellenérve. <laughs> <laughs> szóval, szóval vannak... Belemehetünk ezt egy pár szorra, volt, volt, ilyen beszélgetésünk az elmúlt időszakban is, de nem én most nem, nem szeretnék most egy ilyen szakmai érvelgetős beszélgetésbe belemenni, hogy miért vitatkozom az Andrisnak ezzel a meglátásával, mert én is nagyon hiszem, hogy tök jó lenne, ha lehetne egyébként ezt valami milyen módon nemzetközileg is ezt az egész tudást alkalmazni. Én attól félek, hogy ehhez pont azok is hozzáadnak, amiket az Andris azt gondolja, hogy inkább negatívumok a hazai piacon, hogy alacsony a vásárlóerő, hogy kevés a koncertre járás a, a nemzetközi hasonló adatokhoz képest, ugyanis ettől tud szerintem ez a hely ennyire komoly jelentőséggel bírni a hazai zenei kultúrában, hogy, hogy ennek ellenére ezen a piacon ezt meg lehetett valósítani. Tehát egy olyan piacon, ahol különben jól működő színes zenei élet van, sokat járnak az emberek koncert, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ott is szükség van egy ilyen helyre, mert ott az, az lehet, hogy különben is jól működik. Itt azért tudott ez a dolog akkora sikert befutni, mert egyszerűen a külső körülmények azok ebből a szempontból még a kedvezőtlen körülmények is ebből a szempontból kedvező hatást gyakoroltak. Karcsi egyébként te vagy számomra ebben a szakmában az egyik legrelevánsabb szakember, és, és, szerintem, hogyha leírsz valamit, és azt csinálni kell, akkor, akkor én azt készpénznek veszem. De a könyvből kiderül, hogy az elején azért te szkeptikus voltál, tehát nem voltál benne a biztos, kételkedtél, hogy ezzel a lokációval, meg ezzel a helyel, ezzel ténylegesen egy ilyen dolgot lehet építeni, mint amit most itt látunk. Andris, téged ez nem bizonytalanított el az elején? Tehát, hogyha én ilyet hallok, akkor, akkor lehet, hogy bele se vágok. Mm, nem, szóval az, a, a, az pont egy olyan, nyilván volt rengeteg bizonytalan pillanatom, de arra, arra emlékszem, hogy hol és hogy zajlott ez a beszélgetés. Hogy volt? És... Hát ott volt egy pillanatnyi krízis helyzet, amiben, amiben, segítséget kértem uh -huh. Karcsitól, és, és arra fókuszáltam, hogy abba vagy tud segíteni, vagy nem. Egyébként mellette hangzott pár olyan gondolat, ami, ami mondjuk nem volt túl biztató, de hogy azt ilyenkor így kicsit süket ebbe erre az ember, hogyha, hogyha egy ilyenfajta lendületben van. Szóval, hogy az akkor azon túl, túl, túl sokat nem rágódtam, és utána azért volt pár körünk, szóval mi itt a könyvben is azt hiszem elhangzik, hogy amikor végül is mégis, tehát hogy az a beszélgetés, ez nem arról szólt, hogy, hogy hmm. szálljon be Kácsi, és ettől látva a meg is könnyebb őt, mikor ezt nem, nem erről készülünk beszélgetni, és utána rá egy évre meg már erről beszélgettünk, és akkor viszont nem volt annyira, annyira szkeptikus, mint például egy csomóan a szakmában még, még mindig. Igen, tehát én azért szeretném volna, hogyha annyira szkeptikus lettem volna, akkor valószínűleg nem szállok be. Ha, tehát, hogy nem szoktam annyira tudatosan magam ellen, vagy a meggyőződésem ellen. <tosz> <tosz> De egyébként meg abban aláírom, hogy én én tényleg ebből a szempontból egy hihetetlen sztorinak gondolom a park történetét, hogy messze felül a minden elvárásomat, vagy elképzelésemet, ami történt itt az elmúlt tíz évben. Tehát én, én tényleg azt gondoltam, hogy ez lehet egy olyan modell, ami még üzletileg is a végén sikeres, és egy hiányt tud betölteni abba, hogy nincsenek igazából ilyen léptékű közösségi terek, koncertezési lehetőségek Budapesten, és ezért ez egy jó ötlet, és még a, a lokáció is nem ideális, de még nem rossz, a nem tudom, tehát mindennél úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy valójában ez egy életképes dolog lehet, de hogy ennyire az soha föl nem merült bennem a, a, a kezdetekkor, és még az első néhány év után is azt gondoltam, hogy már valójában csúcsra járattuk. Mm -hmm. Tehát az, hogy ez még jobb lehet, és még annál is jobb lehet, és nem tudom, az, az ami történt itt az elmúlt években, az, az tényleg minden várakozásomat felülmúlta. Már itt elkezdtünk beszélgetni egy kicsit a jövőről. Zsófi, te még nem mondtál következő fejezet címet. Még téged is szeretnélek hallani arról, hogy mit szeretnél látni itt még? Hát ö, ö, nyilván ezekben a gondolatokban én is vagy benne vagyok, megfoglalkoztatnak ezek a kérdések, a nemzetközi vizek kérdése. Ö, ez, ez alapvetően egy ilyen adottság, hogy ezen, e, 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 ezen törjük a fejünket. Az a nagyon nehéz egyébként, hogy, hogy van egy működési modellünk egy bizonyos szempontból, de közben pedig így, ha visszanézek, nem volt két egymás utáni év, amikor ugyanúgy működtünk volna mm -hmm. például, tehát tehát így leegyszerűsítem, de hogy, de hogy tényleg igazából annyira ilyen lényeges, nagy változások voltak évről évre, akár a szervezeti struktúránkban, akár a működésünk bizonyos dolgaiba, vagy hogy milyen mítingeken keresztül, hogyan kommunikálunk információáramlás, mert egy a belső dolgokban is nyilván általában a külső környezet változásának hatására, de hogy alkalmazkodtunk. Ez egyébként szerintem az egyik nagy erőssége font a, parkcsapatnak park csapatnak, és ezáltal a, ahogy dolgozunk és a parknak, hogy, 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 nagyon, nagyon érzékenyen reagáltunk, tudtunk változtatni, mindig tudtunk változtatni, és mindig fel is tettük a kérdéseket, hogy még mindig jó ez így, vagy változtassunk rajta, és ez, azt hiszem említetted is, hogy ez a fajta ilyen nyitottság, vagy, vagy és, és azt hiszem, hogy minden kolléga felé ez egy ilyen elvárás is igazából, hogy nyugodtan kérdőjelezd meg, hogyha valamit látsz, hogy nem jól működik most, akkor kérdezd meg, hogy nem lehetne inkább máshogy csinálni. Hmm. És így, 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 dolgozunk, és emiatt nyilván felmerül ez a kérdés, hogy vajon tényleg adaptálható -e ez a modell, vagy egy ilyen leírható dolog -e ez, vagy sok benne a változó faktor. Tehát nekem így, így ezek a, a, kérdéses dolgok. Ez egy jelenleg erőssége ennek a, ennek a márkának, ennek a csapatnak, ennek a, ennek a helynek de hogy ez egy picit így nehezen tovább is teszi. Pisti buszazunk? <laughs> Mármint. <laughs> ja, igen. <laughs> ez Pisti már a Kap műsor előtt elmondta Kapcsoltam. nekem. És Kapcsoltam. nekem <laughs> úgy zállani. tűnt, hogy ez igen. egyik kedvenc sztorid. Uh, igen, de egyébként az előbb már szó volt arról a bizonyos összeülésről, amikor egy problémát kellett megoldani. Ezt mondtátok, ha minden igaz. Uh, amikor, amikor állítólag uh, Karcsi megkönnyebbült, hogy uh, hogy nem arról van szó, hogy akkor be kéne szállni a dologba, vagy nem ez a beszélgetés tárgya. Ott állítólag valamiféle elakadás volt a BKK-val. Uh, erről van szó a könyvben is. Mi volt ez az elakadás? Uh, me Meséltek ezt el nekünk. Hát az elakadás az az volt, hogy hogy elméletben tudtunk volna már szerződni erre a területre a fővárossal, aki Aha. a tulajdonosa a területnek, és, és hát ugye ilyenkor van egy csomó belső folyamat az önkormányzaton belül, meg a saját mindenféle osztályaik, meg, meg nem tudom belső szakhatóságok mindenki megvizsgálja, hogy, hogy, hogy szerinte lehet -e, és a BKK is egy ilyen elem volt Aha. ebben a folyamatban, és ő eléggé az utolsó pillanatban, tehát ha jól emlékszem, már volt valami bizottsági ülés, amikor, 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 előállt azzal, hogy hogy azért itt egy P pluszer parkoló kell, hogy legyen, ami, amit ugye mi is tudtunk, de az azt hiszem, hogy több mint húsz éve szerepel a szabályozási tervben, hogy, hogy, hogy itt, 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 majd egyszer vagy itt, vagy a terület túloldán, vagy valahol ezen a részen kell egy P pluszer parkoló, és ami igényű, vagy a mi kérelmünk az az volt, hogy, hogy, első körbe két évre kipróbáljuk, próbáljuk, vagy szeretnénk kibérelni, és kipróbáljuk, hogy működik-e itt, és két éven belül úgyse lesz itt P pluszer parkoló, lehet, hogy később sem, mert ugye ez a dugódihoz kapcsolódik, meg ugye hmm. a város rengeteg pontján vannak ilyen kijelölt pontok, tehát ez nem egy ilyen kivételes helyzet, hanem van még ezen kívül, nem tudom, száz ilyen kijelölt terület, ami évtizedek óta. Van, és ezt szerettük volna békeken, a bkk valakinek bemutatni, ezt az egész koncepciót, hogy ezért ez, ez egy életképes dolog is lehet akár, és ez a terület itt a fotókon egyébként látszik, hogy körülbelül hogy nézett ki, egy ilyen bontási Igen. terület volt, tehát nem egy, nem egy gyönyörűen vir nem virágzó parkolóhoz, és, park, és nem is parkoló. Tehát, hogy lehet, hogy ennél, ennél, ennél jobb funkciót lehet addig adni, amíg amíg egyszer csak egy év múlva, vagy tíz év múlva, vagy száz év múlva egy P plusz parkoló lesz, vagy esetleg majd alattunk lesz, vagy nem itt lesz, vagy egy másik területen. És, És akkor, akkor, erre, erre, a... Bárcs, igen, tehát, hogy a Karcsi, <coughs> Karcsit ezért kértem a teljes pánikba, hogy beszéljünk, ugye mi rég, régóta ismertük egymást, hogy hogy, hogy hát ha, hát, ha tudod valakivel összehozni. Ja, Igen, aki... ez hozzátartozik azért, bocsánat, ez a történethez, hogy nekünk meg pont előtte nem sokkal volt az, hogy a sziget kapcsán a BKK-val volt egy nagyobb körünk, egy ilyen nagyobb együttműködés, amiért. Ugye az lett, hogy a szigethez kapcsolódó szolgáltatásoknak egy része buszjegytől a nem tudom, a hajójáratig, a mindenféle ilyenek ennek kapcsán, ott velük sikerült megállapodnunk egy ilyen nagyobb együttműködésről, és akkor ez volt szerintem az, ami miatt egyáltalán én eszébe jutottam az Andrisnak, mert hogy különben azért a bkk Igen, ez egy fontos dolog. dolga van a BKK-val, akkor ne karcsit <tot és bárkinek> Egyébként várom kommentekben azokat a BKK munkatársakat, akik megtalálják magukat itt a posztereken, meg a képeken. Biztos, hogy ők is sokan vannak. Nekem még egy asszociáción van, amit nem szeretnék kiadni, és ez ezekből a képekből is nagyon jól lejön. Karcsi, beszéltél is róla a könyvben. Hogy Mint tulajdonképpen. Igen, olyan az egész, Azaz. mintha egész nyáron egy fesztivál lenne. És nem is feltétlen csak tőled, de kíváncsi vagyok így mindannyiótoktól, hogy miket tanultál Karcsitól, vagy ettől a fesztivál hangulattól vagy Ból a Budapest Park? Nem. Úgy értetek, mint... Nem. Úgy értetek, mint ahogy Sipos Peti mondta egy paplászló arénás, sportarénás koncertje előtt, hogy mindenki a koncertet nézte, amikor elment egy külföldi sztár előadó fellépésére, de ő nem a színpad felé nézett, hanem hátra, meg oldalra, hogy mit, hogyan fog tudni a saját koncertjén majd megoldani, és mindenki hülyének néztetett, akkor ti is mentetek, és akkor így nézelődtetek a fesztiválon, hogy mit lehetne használni? Ö, hát ez, ez azért egy picit ennél összetettebb, tehát nyilván mindannyian, akik itt dolgozunk, figyeljük a, a a világot, hogy, hogy, hogy mi történik. Az a koncepció, hogy, 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 ez egy fesztiválos helyszín legyen, ami egészen nyáron működik, és, és, itt van a város meg egy jól elérhető helyen, az, az az, elejétől meg volt, hogy ebbe hogy, 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 emelkedtek át így az idők során különböző elemek, az abban most így nehéz lenne fontossági sorrend, vagy nem tudom, hogy mit, emeljek ki, mennyiben a, a helyszíni installációk is, vagy mondjuk, ami például mindenképpen kar Karcső egy ilyen jó sok évig tartó vitánk volt, hogy merjük-e itt bevezetni a, a fesztivál kártyát, Ugye a készpénzmentesség tök, tök fontos dolog, és tök sokat segít, de, de az például egy olyan dolog volt, ami a fesztiválokon már évek óta jól működött, itt meg még mindig nem mertük meglépni, mert, 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 mert hogy pont, azon lamentáltunk állandóan, hogy, hogy akkor itt, tehát egy fesztivál oda valaki mondjuk több napra, feltölti a kertet, az kényelmes, hogyha ide másfél órára vagy két órára jön, és amiatt még sorba kell állni oda-vissza, ugye akkoriban még nem ilyen, ilyen szintű bankkártya vagy ilyen terjedés volt, mint most, tehát mindenképp kellett volna a fesztivál kertja, az egy bizonytalanság volt, nem tudom, miért kezdtem bele ilyen részletekbe, de hogy ez de... Tehát, hogy mondjuk a karcs és a park között ilyen fesztivál tapasztalatok, azok nyilván egy csomószor megjelentek, és tök, tök, tök jó volt, hogy érdemben tudtunk ezekről beszélni. Az fontos látni, hogy itt a, tehát ebben van egy szerintem egy ilyen tök természetes, organikus gondolkodás, hiszen egyrészt a. Nyilván a park szerintem, nagyjából minden munkatársa valamilyen szinten jár fesztiválokra is, nem csak a szigetre, hanem úgy egyáltalán a szigetes kollégák is jártak rendszeresen a parkba, volt, akár több ponton együttműködés is, vagy átfedés is kollégák között, hiszen többen is vannak, akik most itt dolgoznak, és valamikor a Szigetnél dolgoztak, olyan is van talán, ami fordítva van, hogy a parktól. De, tehát, hogy ez, ez, egy ilyen normális együttélés, amiben folyamatosan zajlik egyfajta közös gondolkodás, vagy tapasztalatcsere. Tehát, ahogy a, az elején a szigetes installációk egy részét idehoztuk át a parkba, mert még nem volt arra önálló költségvetése a parknak, hogy Saját ilyen típusú installáció, oh, vagy volt vagy nem tudom, meg ahogyan. <laughs> a, tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen normális együttélés volt, és és közös gondolkodás egy csomó mindenben, ahol nem csak az én személyem volt, ami összekötötte ebből a szempontból a két dolgot, hanem az a hasonló attitűd, meg az a fajta szakmaiság, ami egyébként szerintem. a, a Ez egy kicsi ország, egy kicsi szakma, ahol a hasonlóképpen gondolkodó az emberek azok nagyjából előbb-utóbb összetalálkoznak, és, és, és és beszélnek egymással, és, és hatással vannak egymásra a gondolataikban. Mint ahogy látjátok, hogy a, a könyvből az például nekem egy nagyon fölemelő, meg nagyon erős rész, amikor ugye az enészek mondják el azt, hogy nekik mennyire fontos az, az, hogy van park, és mennyit adott számukra lehetőségen, és ott többen azzal példálóznak, hogy hát a kezdetekkor még a Sziget is volt egy ilyen dolog, de aztán a, egyrészt a nagyon nagy nemzetközi látogató arány, miatt, másrészt meg amiatt, a mert hogy egyszerűen a, az a fajta fejlődés iránya, merre ott mentünk el, az egyre kevésbé volt már a, a magyar zenekarok szóló sztori, és, és ezáltal nem ők lettek a, a, azok, akik a, a főszereplők maradtak, vagy főszereplők Ké váltak, és akkor jött közben egy másik dolog, ahol viszont megérezhették azt, hogy ők ugyanúgy meg vannak becsülve, sőt, róluk szól minden, és ők itt azok a sztárok, akik máshol más helyzetben a világsztárok szoktak lenni, hogy itt úgy érezhetik magukat, akkora közönséggel, olyan körülményekkel, olyan hangtechnikával, olyan egyéb dolgokkal, a a amiről úgy eddig csak álmodoztak, hogy de jó azoknak, akik egyébként ilyen helyeken, hmm. ilyen lehetőségek mellett léphetnek fel. És ez, ez szerintem tök fontos, hogy vannak. Ilyen dolgok, ahol, ahol ez így működik, és mindenkinek hasonló az érdeke, nincsenek benne ellen érdekelt felek azt hiszem, hogy még órákig képesek lennénk beszélgetni, és tényleg most itt az történt, hogy felütöttük mindannyian a könyvet, meséltünk saját élményeket, saját sztorikat, és egy kicsit így falatozgattunk az egészből, de szerintem érdemes ezt a könyvet minden nézőnek, hallgatónknak megnézni, elolvasni, beszerezni, hogy mindenki megtalálja benne a saját falatokat, mert tényleg még rengeteg backstage információ, sztori van. Pisti, utána is néztél, nem, hogy hol, hol érdemes ezt megvenni? Természetesen, hát elsősorban Budapest Park és a park weboldala érdemes ott körbenézni, főleg azért, mert hogy egy ilyen izgalmas kedvezménnyel csomagban lehet vásárolni egyrészt ugye a, koncertjegyet a következő szezonra, mellé pedig tessék a könyvet is beledobni a kosárba, így lehet online rendelni kedvezményesen, tehát jegy plusz könyv konstrukcióban. Ezen kívül ugye hamarosan jön majd a korcsolya szezon, amikor egy jó korcsolyázás, meg néhány pohár ital mellett itt helyben, élőben is meg lehet vásárolni majd a backstage könyvet, és azzal a hónunk alatt elindulni hazafelé. És hát természetesen a Libri országos bolthálózatában is kapható a backstage könyv. És azt hiszem, hogy most ebben a műsorban egyelőre becsukjuk ezt a könyvet. Még egy záró kérdést engedjetek meg, légy szíves. Hol van ez most nálatok otthon? Tehát kint van-e már a nappaliban, vagy még nézegeti a család? Milyen pozíciót tölt be ez a könyv a család életében jelenleg? Nálunk a nappaliban van az asztalon, és a gyerekek kezdték el éppen olvasni. Nagyon helyes, jól van. Nálunk ugyanez, hogy én említettem, hogy én tegnap találkoztam először a könyvvel, mert tegnap előtt este értem külföldről haza, és akkor én tegnap gyorsan még átrágtam magam, majd amikor letettem a íróasztalra vissza, ahonnan fölvettem és kiolvastam, akkor abban a pillanatban a nagyobbik lányom oda jött és lenyúlta, hogy akkor van. jó. te olvassa a család. Tényleg fantasztikus. Na jó, hát még egyszer nagyon hálásan köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Most a másik oldalról. Zsófi, Andris, karcsi, köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük, hogy jöttetek, és köszönjük. Nektek is nagyon hálásak vagyunk, hogy velünk tartottatok. Karcsi a végén még mondta a zenészek reakcióit, ez is egy nagyon fontos szál, és szerintem érdemes a Parkoló Special korábbi epizódjait is visszahallgatni. Iratkozzatok fel a podcast csatornára a mert hogy ott is rengeteg zenész fantasztikus sztorikat és kulisszatitkokat mesél, amik szerintem még így adhatnak a könyv mellé, mert hogy itt van ugye a Backstage 10 éves a Budapest Park igaz történetek a kulisszák mögött című könyv, és hát ez talán kiegészíti valamelyest ez a podcast. Sorozat. Így van, amelynek most már úgy néz ki, hogy e, a végére értünk erre az évadra legalábbis, úgyhogy köszönjük szépen nektek a lankadatlan és kitartó figyelmet, tényleg tök jó volt csinálni ezt az évadot is, meg hát óriási hála és köszönet a teljes távnak, azért nem soroljuk fel az összes nevet, mert hosszabb lenne, mint a műsoridő, idő, e, meg félnénk, hogy kihagyunk valakit, de nagyon sokan dolgoztak ezen a podcast évadon is, és nagyon hálás vagyunk. Ezért meg természetesen a Budapest Parknak a lehetőségért. Ez volt tehát a Beat Rádió és a Budapest Park fúziója. Remélem, hogy a következő szezon után majd folytathatjuk és beszélgethetünk még ezekről a témákról. Addig is hallgassátok a Beat az ütős alternatíva műsorát, illetve gyertek a Budapest Parkba. Gyertek Parkban. korizni. Gyertek a Budapest Parkba korizni, így van. Én ezért azt megköszönöm ne neked is, hogy az egész sorozatban kitartóan kibírtál engem, és itt voltál mellettem, Szabó István. Ör öröm volt harcostársnak lenni, Ádi, neked is, ládám. itt volt, drága jó. És egy brutálisan nézze. nagy tapsa Budapest Parknak is. Köszönjük még egyszer a figyelmeteket. Sziasztok! Hello! Ez volt a Parkoló Special. A Beat rádió és a Budapest Park fúziója. A nagy park könyv. Már a Youtube-on is. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.